Szeretettel köszöntöm a Bábon a TV nézőit. A mai napon a szeptember 11-i pénzbizottsági ülésről szeretnék beszámolni. A bizottsági ülésen 16 napirendben tárgyaltuk a e-havi témákat, és azon kívül 4 egyebet napirendi ponttól is tárgyaltunk, illetve a legvégén pedig zárt ülés volt. Az első napirendi pontban az Ács önkormányzati tűzoltó parancsnokság beszámolót hallottuk meg, ahol a helyettes volt jelen, és beszámolt részletesen a tűzoltóság munkájáról, amelyet a legvégén a bizottság javasolt elfogadásra a képviselőtestületnek. A második napirendi pontban a Bőte Báborné Tűzoltó Egyesület beszámolt hallgattuk meg. A részletes beszámoló készült az ülésre. A elnök úr részletesen tárgyalta az egyesület munkáját, milyen kisegítő tevékenységet végeztek a Bábolna területén, Kukorica Fesztiválkor, illetve a Szent Iványi gyökünnepség, vagy gyök összejövetelen, illetve arról is beszámolt, hogy a tavalyi évben új tűzoltó fecskendőt is kaptak, amelyek átviteléről részletesen beszámoltunk a BTV-ben korábban. A bizottság ezen beszámoló elfogadását javasolta a testületnek. A harmadik napirendi pontban a civil szervezetek beszámolót hallottuk meg. Elsőként a Cseperedők Néptánc Egyesület beszámolójára volt szó. A Néptánc Egyesület tavaly évben a megyei Prima díj kiosztón külön díjat kapott, és annak a bevételét az egyesület munkájának javítására eszközök vásárlására fordították, illetve tartalékot képeztek belőle. Összesen 50 fővel működnek, és a fentiek alapján a bizottság szintén elfelelően javasolta a beszámolójukat. A másik civil szervezet a Borbarátok Egyesülete Cselászló úr jelenlétében tárgyaltuk a beszámolót. A beszámolót végül is elfelelően javasoltuk a testületnek. A harmadik civil szervezet az Aranyhal Horgász Egyesület, amely igen jelentős létszámmal dolgozik, sok tagja van, és a tagok száma is folyamatosan növekszik. Az egyesület beszámolt arról, hogy pozitív eredménnyel zárták az évet, és talán is azon munkálkodnak, hogy ez a létszám csak növekedjen, a tagok létszáma. Az egyesület beszámolóját szintén elfogadásra javasoltuk a testületnek. Utolsó beszámoló a Mérföldkő Turisztikai Egyesület volt. Ők 8 túrát szerveztek a 18-as évben, 80-83 személyt vett részt a túrákon összességében,
egy túra alkalmával 8-tól 45 főig voltak jelen. A egyesület beszámolóját szintén elfoglalásoltuk a testületnek. A negyedik napi rendi pontban az integrált városfejlesztési stratégiáról hallgattunk be megbeszámolót. Ez évenként kötelező beszámoló, amely stratégiát a jövő évben átfogó monitoringt járva fel kell készülni, és ezután a stratégiát át kell dolgozni. Ötödik napi érdemi pontban egy havári esetről van szó. A Cserháci utcában beszakadt a csatorna, a betoncsatorna, amely sürgősen kiavításra szorul. Az EDVZ RT nyújtotta be ezen beszámolóhoz a írásos anyagot. 28 méter csatornaszakasz kiváltására kerül sor két szennyvízakna között, amely 5.740.000 forintba kerül, és ezen kiváltást, megrendelését javasoltuk a testületnek, az EDVZ RT által kerül elvégzésre, és a BLTT terhére. Hatodik naprendi pontban a Cserháti utcai gerincfelték, vagy a szennyvíztelep tisztított szennyvíze befogadására foglalkoztunk. Lejár a üzemeltetési szerződés ezen csatorna szakaszra, ezért a EDV RT kérte, hogy a befogadó nyilatkozatot adjuk ki az önkormányzat. Mi ezen nyilatkozat kiadását javasoltuk a testületnek. Hetedik napi pontban a gördülő fejlesztési terv, beruházás terv részét fogadtuk el. Ezen napi rendi pontnál a Bábolna Kaján pusztai ivóvíz vezeték minőségének javítása céljából vastalanító és szulfát talanító berendezést, illetve szulfát iontartalom csökkentésére lévő berendezések beépítését kértük a EDVZ RT-től a gördőfejlesztési terv részeként a 2020-at követő években. Ezen beruházás költsége körülbelül 5 millió forint lesz. Nyolcadik napirendi pontban a polgármester által benyújtott vagy előterjesztett beruházások és folyamatban lévő pályázatokról volt szó. Összesen 9 pályázat van folyamatban, amelyből egy nem született döntés, ez az egészségügyi ellátás javításával kapcsolatos pályázat, amelyről még nem kaptunk eredményt, tehát hogy tájékoztatást. A 8 folyamatban lévő pályázat közül legnagyobbak a szabadidőparki beruházás, a gáztalanító és a csónakház és stb. A többi már kisebb volumenű. 9. napirendi pontban a Bábolna Város Gazda Kft. Törzstőkének felemeléséről döntöttünk. A strand és gyógyfürdő a Kft. Által kerül
megépítésre. Ő a megrendelő, illetve a beruházás bonyolítója. És hogy zavartalan legyen az építkezés, és a számlák időben kiegyezés kerüljenek, ezért szükségesnek tartottuk, hogy a előterjesztett 300 millió forintos emeléssel a törzstőkét 1.657.352.200 forintra felemeljük. Ezáltal biztosítva, hogy az év végéig az összes beérkezett számlát a KFK ki tudja majd elégíteni. Tizedik napi rendi pontban a strand és termálfürdő üzemeltetésével foglalkoztunk. Ezen napi rendi pontban három témába kell dönteni. Az első téma, hogy ugye a strand, mint közösségi létesítmény, fontos, hogy a nyílászárók megfelelő védelme a rovarok ellen, illetve az épület védelme a rovarokkal szemben, illetve az árnyékolás. Tehát a szallagfüggönyökről és szúnyogháló döntöttünk. Összesen 40 darab szúnyogháló és 35 darab szallagfüggöny kerülne beépítésre ugyanazon Kft. Által, aki a nyílászárókat szállította. Ezen szúnyoghálók és szalagfüggönyök ára bruttó 2.055.870 forintba kerülne. Ennek a megrendeléséről döntöttünk, hogy javasoltuk a testületnek, hogy rendelje meg a Városgazda Kft.-nél a tárgyi berendezések felszerelését. A második ezen ponton belül a belépő jegyek árával foglalkoztunk. A strand és termálfürdő igazgató nője részletesen kidolgozta a várható fürdő létszámot az egész jövő évi évre vonatkozólag, illetve részletesen kifejtette, hogy milyen típusú jegyeket javasol. Teljes nyitvatartási időszakra, illetve háromadási időszakra. A bizottság ezen javaslatokat elfogadásra javasolja a testületnek. A harmadik kérés a igazgató nő által, hogy mivel van gyógymedence is, kerüljön beszerelésre medencelift. Mi a motoros medencelift mellett döntöttünk, ennek a bekerülési ára körülbelül 2.300.000 forint körül várható, amelynek megrendelését szintén javasoltuk a testületnek, hogy rendelje meg a Városgazda Kft.-től ezen beépítését. A 11. naprendi pontban telekvásárlási kérelmekről döntöttünk. A 7-es pályában lévő Patka utcában három darab vásárlási igény tárgyaltunk. Ebből kettő az közbesített, egy közbesítetetlen, és ezek vagy kérések, illetve telekvásárlási kérelmek elfogadását javasoltuk a testületnek, és javasoltuk, hogy a érintettekkel a testület kösse meg, vagy a polgármester hivatal döntse
készítse a szerződést. A 12. napi rendi pontban farkaskúti ivóvízházattal kapcsolatos problémákat tárgyaltuk. A farkaskúton 4 lakásnál az ivóvízellátás még a Banoffy telepről történt, viszont a szolgáltató, a Banoffy telep szolgáltatója nem kívánt tovább a vízt átadni ezen lakások felé, ezért az ivóvízházatukat át kellett kötni a farkaskúti rendszerre, át kell kötni, és ezen 4 lakás ivóvízellátásának a megoldására érkezett ajánlat, amelyeket kérjük elfogadni a testületnek, kéri a bizottság, hogy testület fogadja el, az ára 696 000 forint plusz áfa értékben. A 13. napi rendi pontban forgalomképességi nyilvántartás kéréséről volt szó. A volt központi sertéstelepi út, bekötő út eladásáról már korábban döntöttünk, de mivel nem volt forgalomképesség nyilvánítva, ezért annak a forgalomképességéről kellett döntenünk, nyilvánításáról kellett dönteni, és a bizottság javasolja a testületnek, hogy ezen utat forgalomképesség nyilvánítsa a hivatal. 11 napi pontban a Bábolna Ritmus Alfokú Művészeti Iskola kérelmével foglalkoztunk. Az iskola kérte, illetve az iskola vezetője kérte, hogy a régi művészeti, vagy régi iskolában a művészeti tantermek közül 2 helyet újat szeretne kérni, másik 2 termet, a zeneiskolai kellékek és zene eszközöknek a tárolása céljából. Mi javasoltuk, hogy a hivatal vegye föl a kapcsolatot az általános iskolával, hogy az általunk felvetett 2 termet át tudja adni a művészeti iskolának használatra, illetve hogy a művészeti iskola elfogadja ezt a 2 termet csereként. Ezt javasoltuk a testületnek, ezen csere lebonyolítását. 15 nap egyéb pontban közterület használati engedélyekről volt szó. Ez csak tájékoztató jellegű napirendi pont. A tájékoztatást a testületnek elfogadásra javasoltuk. A 16. napi pontban pedig bérleti szerződések meghosszabbításáról volt szó. Az Arany János utcában lévő sorházban 2 darab bérlakás szerződése lejár, és kérték a lakók, hogy ezekre vonatkozó szerződést hosszabbítsuk meg. Ezen 2 lakásra a bizottság javasolta a szerződés meghosszabbítását 2020. szeptember 30-áig a képviselő testületnek. Egyebek napi rendi pontban 4 alappontot tárgyaltunk. Az első pontban a hóeltakarítással kapcsolatos munkákról volt szó. A korábbi években a Kommunál Konta Kft. Végezte ezen munkákat, de a vállalkozó a szerződést felbontotta, ezért új vállalkozót kell keresni, hogy a téli idő beálltával nehogy valami gond legyen a hóeltakarítással. Ezért időbe kell lépni, és az előterjesztésben kérték, hogy
írjunk ki pályázatot új vállalkozó számára, hogy aki tudja vállalni ezen munkák elvégzését. Mi a pályázat kivált szövegét elfogadásra javasoltuk a testületnek. B napirendi pontban egy régi hiányosságról döntöttünk. A Dr. Kövess János utcában csak két telegnek volt utcaszáma, a Galliform Kft. Keltetőjének, illetve a gyógyszerüzemnek. A 7-es és a 13-as szám, a többi itt lévő ipari létesítménynek nem volt utcaszáma, ezért 14 darab utcaszámról döntöttünk. A helyezési számok és a utcaszám összefüggése szempontjából. Ezen számok bevetéséről, tehát kiadásáról javaslatot adtunk be, vagy kértük a képviselőtestülettől. A C napirendi pontban az Örbői úton lévő kátyú témájával foglalkoztunk, hogy a kár eseményeket megelőzzük, ezért figyelmeztető táblák elhelyezést döntöttük az Örbői út elején, illetve visszafelé a Gyárfás felüli szakaszon. Két táblára, két oszlopra két-két tábla kerülne, az egyetlen úttest, illetve az úthibák tábla. Ezen táblák kihelyezését javasoltuk a testületnek. A legutolsó egyéb napirendi pont pedig az Akácfa utcában lévő úthibáinak kijavítása céljából javasoltuk az utca védelezését, amelyet a Kommunál Konta Kft. Végezne el 402.000 forint plusz áfa értékben. Ezen munka elvégzését a bizottság javasolta a testületnek szintén elfogadásra, illetve a munka megrendelését kértük. Ezek voltak a nyílt ülés napirendi pontjai. Ezen kívül még szó volt a zárt ülésen a 16. város sávállásunk évfordulóján kiadandó kitüntetésekről, de ezeket még a testületnek jóvá kell hagyni. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép napot kívánok!